8 csapat lépett pályára a nyíregyházi Szent Imre csarnokában, hogy eldöntse 9-16-ig a helyezések sorsát. A házigazda NKS 65-47-re legyőzte a Soproni Akadémia B csapatát, majd 66-63-ra kikapott a Győri Akadémiától. A torna bronzmeccsén a Beasz Újbuda Akadémia ellen 40 perc alatt nem született döntés. A hosszabbítás végén egy hármas követően a fővárosiak már ünnepeltek, de volt még hátra szűk 2 másodperc. A hazaiak 2 büntetőt harcoltak ki, és Dobó Lilla keze nem remegett meg, mindkettőt bedobta, így egy ponttal a nyíregyházi kosársuli nyerte a találkozót. Nagyon hullámzott ez a mérkőzés. Tehát sikerült elmennünk 10 ponttal, aztán visszajött az ellenfél. Tehát az igazság, hogy fejben nem mindig voltunk ott, ahol ott kellett volna. Ott, amikor átmentünk egy olyan görcsös játékban, ami nem kellett volna. Az volt a szerencsénk egyébként, hogy már most több játékosunk vállalkozott, több játékosunk tudott olyan teljesítményt letenni az asztalra, ami szerintem egy ilyen döntőre való. Dobó Lilla csere nélkül játszotta végig a mérkőzést. A nyíregyházi irányító 45 perc alatt 34 pontot szerzett, leszedett 18 lepattanót, adott 8 gólpaszt és kiharcolt 17 szabálytalanságot, így 72-es értékindex került a neve mellé. Egy hullámvasút volt az egész, viszonylag jól kezdtünk, aztán belealudtunk a mérkőzésbe, és így futottunk az eredmény után egész végig. Majd nem sikerült megszereznünk a győzelmet rendes játékidőn belül, de a hosszabbításban ott volt az egész csapatnak a szíve, és így meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A nyíregyháziak így végül a 11. helyen zárták a bajnokságot. A rendezőklub szakmai igazgatója elégedett volt a B-döntőn látottakkal. Én úgy gondolom, hogy egy színvonalas tornán voltunk, mert nagyon sok olyan mérkőzés volt, ami szoros mérkőzés volt, sőt a mai nap minden mérkőzés szinte hosszabbításos mérkőzés volt. Az első mérkőzés volt az, ami nem volt hosszabbításos, a másik két mérkőzés az hosszabbításos volt, hát meglátjuk, hogy az utolsó mérkőzésen mi lett. Én úgy gondolom, hogy akik itt voltak, azok mind nagyon jól érezték magukat, legalábbis ez a vélemény, hát hogy most ez az egy csapat, aki most éppen vesztesen hagyja el a pályát, hogy ő mit fog vélekedni. Ez egy másik kérdés, de mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csapatok úgy menjenek haza, hogy jó érzéssel, hogy megismerjék itt Nyíregyházát, ajánlottunk neki programokat, merre menjenek, mit csináljanak, igyekeztünk nekik kisebb ajándékokkal is kedveskedni. Reméljük, hogy ezzel a legtöbb csapat úgy ment haza, hogy jól érezze magát, és legközelebb is szívesen jön vissza hozzánk. A tornát végül a Szekszárd nyerte, miután a döntőben 76-56-ra legyőzte a Győr csapatát. A nyíregyháziak legjobbja, Dobó Lilla, a hónap végén csatlakozik az U18-as válogatott kerethez, amely elkezdi a felkészülést a nyári törökországi Európa-bajnokságra.